megnyílt a Csepel Autógyártmány Múzeum Szigetszentmiklóson az egykori autógyár területén. Felújított autókat, teherautókat, motorokat és részegységeket is láthatnak a tárlaton, ami ráadásul ingyenes. A Csepel Autógyár nemzeti vállalatot 1949-ben hozták létre. A sorozatgyártás gyors megkezdését egy már kész terv, a német Steyr egyik licenszének megvásárlása tette lehetővé. Az első Csepel teherautók ekkora világszínvonalat képviselték. A kiállítás egyik legrégebbi darabja ez a D344-es vegyi mentesítő felépítménnyel. Közel 40 évig volt hadrendben. A kolontári iszapömlésnél is lehetett egy darab öreg járművet látni, amelyik ott annak ellenére dolgozott, hogy hosszú évtizedeket már a hadseregben dolgozott. A régi csepeles és a régi csepelek. Békés György 1965-ben kezdett a Csepel autógyárban dolgozni. Most ő a tárlatvezető. Az első Csepel járművek kifejezetten katonai célra készültek. Például az összkerék meghajtású négyhengeres Csepel motorral felszerelt 344-es. A vezetőfülkét, ha megnézzük, akkor a motor alatta nagyon könnyen hozzáférhető, ami két oldalt le lehetett venni lemezburkolatot, illetve a motorháztetőt föl lehetett nyitni, és könnyen lehetett javítani, akár rendkívül mostoha körülmények között is. Nagy változást hozott a modellek sorában ez a D566-os. Ezt már hathengeres álló rábaman motorral szerelték. Ez a jármű még azért is érdekes, mert menet közben a guminyomást lehetett állítani, attól függően, hogy milyen terepen közlekedik a jármű, illetve a kerekek közvetlen kerékfelfüggesztéssel készültek, és minden kerék közvetlen kerékhajtással működött. Ami azt jelenti, hogy az egyik kerék lehet, hogy jégen volt, a másik homokba volt, az egyik magaslaton volt, a másik egy gödörbe volt, de gyönyörűen tudott menni a terepen. Mi sem jellemzi ezt a járművet jobban, mint azt, hogy 30%-os emelkedőn teljes terhelés mellett fel tudott menni. A polgári közlekedés és szállítás is megkapta a maga elnyűhetetlen csepelét. A D705-ösből 59 és 72 között 2500 darabot készítettek, melyből több nyerges vontató is került például a Hungarokamionhoz. Amikor a Hungarokamiont létrehozták a nemzetközi szállítás szükségessége miatt, akkor a Csepel autógyárnak egy olyan járművet kellett konstruálni, ami ennek megfelel. Ez lett a mögöttem lévő jármű. A Hungarokamion nagyon megszerette, nevet is adott neki, ez volt a híres Kázmér. A gyár fénykorában Szigetszentmiklós lakosságának jelentős hányada itt dolgozott. A 70-es években, amikor úgymond a csúcson volt leginkább ez a gyár, akkor közel 10 000 ember dolgozott itt. Hatalmas a nosztalgia. Internetes közösségek, összejáró közösségek léteznek mind a mai napig. Hihetetlenül nagy az érdeklődés. A látogatható tárlat végül hármas együttműködés eredménye. A csepelesek autóikat hozták, az önkormányzat szervezi a látogatókat, az Áti-sziget ipari park pedig saját költségén felújította és ingyen adta ezt a csarnokot. Hogy miért? Ezen a területen nagyon komoly műszaki fejlesztés volt, és amikor ezeket az autókat gyártották, akkor ezek a világszínvonalnak megfeleltek, és ebben nagyon sok magyar szellemi termék volt, magyar mérnökök, magyar művezetők, magyar munkások hozták ezt létre, és úgy gondoljuk, hogy ezt nem lenne szabad, hogy elveszteni, és ezért próbáltuk ezt a lehetőséget biztosítani, elsősorban a gépjármű tulajdonosoknak, mert ők ugye hát ezt tárolták, ahol tárolták, rendbe tették, és azt gondoljuk, hogy itt van a legjobb helyen, ők is így látják. Egyőre 4 olyan gépjármű van itt, ami nem a mi tulajdonunk, 2 a mi tulajdonunk, és a fődarabok egy része és a miénk egy része pedig gyűjtőktől kaptuk. Tovább tudjuk bővíteni a múzeumot, még szeretnék legalább ennyi terrautót itt elhelyezni, és ezt itt a nyilvánosságot is kihasználni arra, hogyha valakinek van olyan járműve, amit ide lehetne kiállítani, és hajlandó arra, hogy itt megfelelő tárolási megállapodás keretében hozza, akkor mi szívesen látjuk, és tudunk neki ilyet biztosítani. A tárlat májustól októberig 10 és 15 óra között ingyenesen látogatható az előreegyeztetett időpontban.